A műemlékek megmutatják egy már elmúlt korszak egy-egy darabját. Segítenek emlékezni a mesékre, amit hallottunk róluk, vagy a közelebbi műemlékekhez akár személyes történetet is kapcsolhatunk. Ritzel Zoltán, aki eredendően sajtófotós, a Völtség műemlékeit látogatta végig, és örökítette meg, azt remélve, hogy a hallgatóságában szép emlékeket és a műemlékek védelmének fontosságát ébreszti fel. A Völtségi Önkormányzatok Társulása és a Bonyhádi Múzeum kért fel engem arra, hogy megörökítsem a völtségi értékeket. Az igazgató úrtól kaptam egy listát, és ez a lista alapján jártam végig a településeket. Hát ezt tavaly októberben kezdtem, és október-november, tehát 2 hónap alatt fényképeztem végig ezt a 25 települést. Több ezer képet csináltam, és 2000 képet adtam le végül, amit hát előbb-utóbb az internetre föl fog kerülni a Völtségi Értéktár honlapra. És úgyhogy előbb-utóbb mindenki számára láthatóvá fog válni. Most ebből a 2000 leadott fotóból kb. 300-at hoztam el a vetítésre, és ezekből mutattam be, hogy milyen értékeink vannak, és milyen értékeink vannak, amik hamarosan elértéktelenednek, ha nem költünk rájuk. Mindenki tudja, hogy miért fontos. Ugye biztos mindenki ismeri azt a szlogent, hogy múlt nélkül nincs jövő. És tulajdonképpen ezek az értékek, ezek a mi múltunk. Maga Bonyhád és a Völtség egésze bővelkedik olyan épületekben és szakrális emlékekben, melyek ebben a sorozatban a képekre kerülhettek. A Völtség Múzeum szakmai segítsége kellett ahhoz, hogy minden, ami megörökítésre méltó, a kamera elé kerüljön. Főként templomok voltak, hát kb. 50 templomot fényképeztem, faluházakat, útszéli kereszteket, kápolnákat, múzeumokat és mindent, ami egyébként tárgyakat is, de beletartozik ebbe a körbe a különböző személyeknek a munkássága is, akik ugye Bonyhádon fafaragó vagy tűzománc, van egy kardkovás, aki benne van az értéktárba, és ezen kívül vannak olyan értékeink is, ami például természeti érték, ugye a várajai parkerdő, vagy a farkasárok, vagy a tölgyes erdők élővilága. Kedvenc helyszínem az Ódányi és a Papdi templom, azt hiszem, amit ugye az eladásban is meséltem, hogy milyen kalandos úton lehetett eljutni ezekbe a kápolnákba. Mert ami akkor valaminek a központja volt, ma már az erdő közepén áll, és nehéz megközelíteni. A Műemlékvédelmi Világnapot 1984 óta az UNESCO Nemzetközi Műemlékvédelmi Szervezetének kezdeményezésére április 18-án ünneplik, Ritzel Zoltán előadását is ugyanezen a napon tekinthették meg az érdeklődők.